Élmény, kihívás, feladat. Ezt jelentette a nagy vagy a túris fiataloknak. Mindössze 9 napos felkészüléssel 24 csapatból végeztek a második helyen. Szerintem egy remek tapasztalatot gyűjtöttünk élményt, és nagyon jó megmérettetés volt az egész csapatnak, illetve egy zseniális verseny szerintem, ahol három különböző típusú feladat volt, vízbe, földön és levegőbe mérettették meg magukat a csapatok falmászás, autós kötélhúzás, kerékpározás, tornagyakorlatok, olimpia történeti kvíz. Csak néhány a feladatok közül. Az intézmény nem először indított csapatot a versenyen, ennek megfelelően támogatta a felkészülést is. A diákok pedig erőn felül teljesítettek, mondta Barbalics László, a csapat egyik felkészítő tanára. Az együttesben nincs kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák, de csapatként verhetetlenek, hangsúlyozta a testnevelő. A csapat szlogen is ezt bizonyítja. Nem a győzelem, nem a részvétel, hanem a fontos. Mi mindig a fontos dolgokra koncentrálunk, ha az egy másodperc, akkor az egy másodperc, hogyha egy perc, akkor egy perc, hogyha ez egy verseny, akkor egy verseny, de mindig az éppen adódó fontos dolgokra koncentrálunk. A turisokat csak a Tisza újvárosi sportiskola csapata előzte meg, de mint mondták, jövőre az elsőségért indulnak. Addig felgyógyulnak a sérülésekből és kipihenik magukat az elnyert hosszú hétvégén. A nagy vagy versenyét a tévénézők áprilistól követhetik nyomon.